Azerbajdzsánból, Grúziából, Törökországból, Lengyelországból, Szerbiából, Albániából és Portugáliából érkeztek városunkba fiatalok, akik többek között nemzetközi projektekről és a testvérvárosi kapcsolatokról tájékozódtak. A külföldi partnerszervezeteket képviselő diákok a későbbi együttműködést megalapozva új, közös projekteket is generálnak. Itt tartózkodásuk során a diákok arról is tanulhattak, hogyan lehet áthidalni a vallási és kulturális különbségeket. A projekteken belül hogyan hidalhatók át a kulturális sokszínűség, értem itt az alatt a vallási vallást, illetve tehát minden egyéb kulturális különbséget, tehát ugye ők is itt több kultúrából vannak, több országból, és hogyan valósítsuk meg úgy egy programot, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen. Ez nem mindig egyszerű, ugye ugyanúgy az étkezésben, ugyanúgy a programszervezésben mindig figyelnünk el arra, hogy a vallásoknak, illetve a kulturális különbségeknek megfeleljünk. A fiatalok számára ez a lehetőség további új kapcsolatok kialakítására nyújt lehetőséget, amit a későbbiekben tudnak majd kamatoztatni. My experience about the nagyon jók a trénerek, és ez nagyon jó lehetőség, ez a, tehát hogy ő részt vesz ezen a programon, mert hogy új partnereket tud szerezni más országból, és ez az ő szervezetének is nagyon jó. Future projects. Gyulának rendkívül fontosak a nemzetközi kapcsolatok, ezért a városvezetés minden olyan kezdeményezést támogat, amely lehetőséget ad a település értékeinek bemutatására. Azok a diákok, azok a szervezetek, akik eljönnek hozzánk messzi vidékekről, külföldről, például most Törökországból, Grúziából, azokkal meg tudjuk ismertetni Gyula városának az értékeit, egyáltalán városunknak a történelmét, hiszen reményeink szerint visszatérő vendégeket fogok most köszönteni. Bízunk benne, hogy el fogják vinni városunknak a jó hírét, és minél többen fogják megtekinteni városunkat az elkövetkezendő időszakban. A fiatalok gyulai tartózkodásuk során ellátogattak többek között a Gyulai Ifjúsági Központba, és megtekintették a város több nevezetességét.